A Gregor József Általános Iskola évről évre megrendezi a már hagyományosnak tekinthető rajzkiállítását. Azonban a koronavírus járvány következtében bevezetett digitális oktatás miatt ez nem valósulhatott meg a tavasz folyamán. Károlyi Marian, Szeifner Judit és Szeifner Katalin, a tárlat szervezői az új tanév beköszöntével úgy döntöttek, hogy bár megnyitó műsor nélkül, de bepótolják az elmaradt programot. Emlősök, madarak, rovarok és egyéb állatok, továbbá környezetvédelmi problémák egyaránt megjelennek a Gregor József Általános Iskola tanulóinak alkotásaiban, melyekből Otthonunk a Föld címmel nyílt kiállítás a Csekovszki Árpád művelődési házban. A tanintézmény több mint 10 esztendeje hívja életre minden évben a tárlatot, egy-egy kijelölt témát körbejárva, azonban a járványhelyzetből adódóan idén tavasszal nem kerülhetett sor a rendezvényre, mondta el Szeifner Katalin, a kiállítás egyik szervezője. Az az igazság, hogy mi úgy készültünk a kiállításra, hogy májusban megtartjuk, és általában mindig szeptemberben a legjobb rajzokból, mert itt kevesebb fér el, a legjobb rajzokat elhozzuk a Csekovszki műfázba, és itt is kiállítjuk. De most az meghiúsult, és itt is készítettünk egy nagyon jó műsort megnyitóval, de az is meghiúsult. Így a vírus terjedésének megfékezése érdekében az érdeklődők szeptember 30-áig egyénileg a higiénés szabályok betartásával tekinthetik meg a tanórákon és a szakkörökön készített rajzokat, festményeket, filctól, valamint zsírkrétaképeket. Szeifner Katalin szerint az alkotások amellett, hogy gyönyörködtetnek, remekül tükrözik azt, hogy miként tekintenek a gyermekek az őket körülvevő környezetre. Ugyanakkor a 2019-2020-as tanévben a szokásosnál még hangsúlyosabb szerepet kapott a Rákosligeti iskolában a természetvédelem. Nagyon-nagyon fontos az iskolánkban, hogy vigyázzunk, tehát hogy vigyázzunk a környezetünkre, nem csak idén, hanem mindig. De idén volt egy ilyen év, amikor különösen odafigyeltünk ezekre a dolgokra, és én úgy gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni ezt a témát, mert a gyerekekbe bele kell, hogy ivódjon, hogy ha azt akarjuk, hogy olyan tudatos felnőttek legyenek, hogy a környezetre vigyázni kell. A kiállított munkákat ezúttal sem zsűrizték a pedagógusok, hiszen a kezdeményezés legfőbb célja, hogy rávezesse az alkotás örömére a tanulókat, akik eközben elmélyedhetnek egy-egy fontos témakörben.